Nagyon sajnálom, hogy Magyarország és Ukrajna között jelenleg ilyen a helyzet. Én nagyon bízom benne, hogy sikerül olyan megoldást találni, amelyik mind kettő félnek jó lesz, és ismét egy békés kapcsolat lesz a két ország között. Mint ukrán nemzetiségi szószóló szeretném elmondani, hogy a magyar kormány nagy mértékben támogatja az ukrán nemzetiségieket Magyarország területén. Gondolok itt pontosan arra, hogy jelenleg működik országos önkormányzatunk, fővárosi önkormányzatunk és több helyi önkormányzataink is. Minden önkormányzat támogatva van. Ezekből a támogatásokból van lehetőségünk megvalósítani nyári táborokat, akár bentlakásost, illetve nappali táborokat is, különböző programokat, rendezvényeket tudunk megvalósítani, és ami nagyon fontos, úgy gondolom, hogy 2018-ban sikerült elérni azt, hogy a Magyar Országgyűlésben ukrán nyelven is van lehetőség idegenvezetésre, illetve a Magyar Országgyűlés kiadványai ukrán nyelvre lettek lefordítva, amik elérhetőek már az Országgyűlésnek a látogatóközpontjában is. Ezen kívül még egy fontos, Nyíregyházán újraindítottuk a szlavisztika szakot, ami szintén egy nagyon fontos lépés. Tehát én nagyon szépen köszönöm a magyar kormánynak, illetve az egész Magyarországon élő ukránok nevében a támogatást a magyar kormánytól. Magyarországon több éven keresztül van lehetőség arra, hogy az ukrán konfliktus helyzetben, ukrán-orosz konfliktus helyzetben megsebesült katonák gyermekei táborozni tudjanak több héten keresztül. Ez jelen állás szerint több mint 2000 gyereket érint már. A gyerektáborokon kívül lehetőséget biztosít a magyar kormány arra, hogy az ukrán katonák, sebesült katonák rehabilitáción vegyenek részt Magyarországon. A magyar kormány összesen körülbelüli összeget tudok mondani, 200 millió forintot közelíti meg, amivel tudja támogatni az ukrán nemzetiségieket.